Dúró Dórával kezdünk, tehát a Mi Hazánk mozgalom elnökhelyettesével, országgyűlési képviselővel. Jó reggelt kívánok! Reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, és köszöntjük ma reggeli munkatársunkat, segítőnket, aki egyébként a Szabad Európa főmunkatársa, Kósa András. Jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Jó reggelt! Hát akkor egy aktuális ügy, ugye a akkumulátorgyárak, a Mi Hazánk az összes ellenzéki párttal együtt, mondjuk talán a DK-t kivéve, de mondjuk majdnem minden ellenzéki párttal együtt elemzi a akkumulátorgyárak Magyarországra telepítését. El tudja képzelni, hogy ezzel kapcsolatban esetleg valami közös ellenzéki platform alakul? Itt vannak ugye népszavazási kezdeményezések, mondjuk egy ilyen mögébe tudnak állni például? Nem a többi ellenzéki párttal közösen, hanem tőlük függetlenül is ellenezzük az akkumulátorgyáraknak az építését. Nem nagyon szoktunk azzal foglalkozni, hogy a többi ellenzéki párt mit mond, a saját politikánkat követjük, éppen ezért mi hiteltelen szereplőnek is tartjuk egyébként a balliberális tömnek a képviselőit, pártjait, ezért velük semmilyen politikai együttműködés nem képzelhető el. Ugyanakkor ez egy valóban a következő éveket, évtizedeket meghatározó kérdés lesz, nem csak Debrecenben, ahol talán a legnagyobb figyelmet kapta ez a kérdés, hanem látható, hogy a kormány részéről ez egy stratégia, hogy akkumulátorgyárakat szeretne Magyarországon építeni. Most már több városban elindultak ezek a közmeghallgatások, Nyíregyházán, Komáromban, Gödön is, ahol már ugye a gyár egyébként megváltoztatta az egész városnak az életét, és ez nem minden tanulság nélküli. Tehát van már olyan példa, amely óval kellene, hogy intse a kormányt is, meg hát azokat a városokat, ahova még ugye tervezik mindezt. A népszavazás kezdeményezése az egy lehetőség a sok közül, hogy fellépjünk ezzel szemben, de hát nagyon sok más is van, és azokkal is természetesen. Ha már példa, akkor mondjuk a népszavazás mentén maradva, láthattuk korábban, vagy talán még folyamatban is van az ügy Baranyi Krisztina szélmalom harcát, ugye a Fudan ügyével, ahol végül is ebben a kezdeményezésben a főváros annó elesen. Nem tudom, hogy tudtak-e ebből tanulni valamit, hogy valamit merítkezni, hogy mondjuk ez a népszavazás ténylegesen meg is tudjon valósulni, és ne kaszálják el mondjuk valamelyik pont. Hát mi azon vagyunk, hogy az összes jogi lehetőséget, ami rendelkezésre áll, azokat megpróbáljuk felhasználni, és az összes fronton harcoljunk, hogyha lesz olyan, ami sikeres lesz, lesz olyan, ami nem, nyilvánvalóan, de azért úgy gondolom, hogy nem felesleges a népszavazás kezdeményezése. Akkor egyetlen megvalósulhat-e? Hát jogilag meg kellene valósulnia, tehát mi bízunk benne, hogy erre ténylegesen sor is fog kerülni, hogy aztán milyen döntést fognak hozni a hatóságok, hát láttunk már karonvarjút sok esetben, tehát az nem rajtunk múlik, ami rajtunk múlik, azt természetesen igyekszünk megtenni. Hangsúlyozta az elején az ellenzéki pártoktól való független kezdeményezésüket, jellemző, ez azt is jelenti, vagy ez abból is követ kezik, vagy amiatt is van, hogy önök jellemző módon nem annyira környezetvédelmi szempontból, tehát nem a zöld gondolattól vezérelem, például a magyar termőföldek hasznosításának igényével, vagy ezzel az indokkal lépnek fel, és azt mondják, hogy mondjuk ott azon a néhány száz hektáron nem gyárat környezetszennyező létesítményt, hanem mondjuk a termőföldön élelmiszert kellene gyártani, és élelmiszer nagyhatalom legyünk inkább, sem mint akkumulátor nagyhatalom. Ez egy hosszú távon is eredményre vezethető taktika, stratégia lehet, úgy gondolom? Így van, ez a már a 2022-es választási programunkban is az szerepelt egyébként, hogy az élelmiszeripart szeretnénk megerősíteni, és mi ebben látjuk azt, hogy Magyarország akár önellátó legyen, illetve olyan munkahelyeket sikerüljön teremteni magyar gazdaságok által, amelyek hosszú távon kiszámítható és tisztességes béreket adnak az embereknek, de nem csak ebben az iparfejlesztési koncepcionális eltérés miatt ellenezzük az akkumulátorgyárat, hanem ugyanúgy benne van ez a környezetvédelmi szempont, és itt ki kell emelni a vízkincset, amiről ugye nagyon sok szó esik az akkumulátorgyárak kapcsán. Tehát, hogy most arról vitatkozzunk, hogy Debrecen város vízfogyasztásának mekkora részét, felét, vagy akár a város vízfogyasztásának egészét használja ez az akkumulátorgyár, ez már önmagában mutatja, hogy ha csak a legkisebb értéket... Ők ezt tagadják egyébként, nem? Hogyha jók az információim, hogy ők azt mondják, hogy úgynevezett szürke vizet használnak, ami már eleve egy tisztított szennyvíz, tehát hogy nem is a város vízkészletét használnánk, illetve hogy nem 40 ezer köbméterről, hanem 3300 köbméterről van szó az első időszakban, tegyük hozzá, tehát hogy vélhetően akkor ez a szám a 40 ezer is bekövetkezne, de hát akkor ez mégiscsak egy ellentmondásos álláspont. Maga a debreceni vízműnek
Kormánynak a vezetője mondta azt, hogy egyébként a város még elbírná ezt a 40 ezer köbmétert is, amiről beszélnek, ami egészen elképesztő, hogy egyetlen gyár elfogyasztaná azt a vízmennyiséget, amelyet Debrecen teljes lakossága, illetve az egész város elfogyaszt napi szinten. Nyilván nem mondanak igazat ezzel kapcsolatban, ezért is például a különböző közmű engedélyezéseket kikértük a hivataloktól, és igyekszünk annak is utána járni alaposan, hogy ezekben a dokumentumokban mi szerepel, mert láttunk már olyat, hogy a hatóságok is akár félrenéztek bizonyos ügyekben. Nagyon szigorúan szeretnénk ellenőrizni, hogy ez ebben az esetben ne történhessen meg. Tehát ez is egy olyan front, amin harcolunk. Nem aludtak el egy kicsit egyébként ebben a történetben az ellenzéki pártok? Tehát azért nagyon sok akkumulátorgyár már épül, a megvalósítás fázisában van. Most csak mondok egy példát, Iváncsa, itt van végülis nem olyan messze Budapesttől, Dunajváros mellett, ott már gyakorlatilag felépült a gyár, tehát utólag most már ezeket azért így sokkal nehezebb megváltoztatni, nem? Mint hogyha mondjuk a legelejétől, amikor a kormányzati tervek napvilágot láttak, mert azért erről beszéltek bőven kormánypolitikusok, hogy akkor nem akkor kellett volna először fellépni? Hát hogyha vannak olyan esetek, amelyeket most még meg tudunk akadályozni, attól ez nem haszontalan fellépnünk, hogyha a debreceni, nyíregyházi vagy akár a komáromi esetben ezt meg tudjuk tenni, tehát úgy gondolom, hogy sosem késő, és szeretnénk egy alternatívát is mutatni az akkumulátorgyár nagyhatalom, mint gazdasági pozíció elfoglalásával szemben. Mi ezt ellenezzük, és a különböző közmeghallgatásokon is részt vettünk, ott is elmondtuk a véleményünket, Apáti István képviselőtársam volt ott, illetve Debrecenben szombaton egy több ezres tüntetés is volt a gyárral szemben, tehát igyekszünk minden lehetőséget megragadni ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk akkumulálni. Részben kapcsolódik csak ide az az elképzelésük, ami a lakosság egészségi állapotának javításával kapcsolatos, egy részben lehet akár egészségromlást okozó környezetszennyezés is egy ilyen nagy gyár kapcsán. Ezt mire alapozzák, tehát az egészségügyi rendszer átalakítása, esetleg az egészségesebb életmód propagálása, vagy mi lenne a tervük, stratégia? Hát hasonló a helyzet egyébként, mint az akkumulátorgyárak esetében. A kormány jelentette be nagyjából egy hónapja, hogy az energiaitalokkal szemben indít egy kampányt, mert a fiatalok körében ennek a túlfogyasztása jellemző, ami miatt már többször mentőt is vagy kellett hívni, illetve orvosi beavatkozásra volt szükség. Úgy teszi ezt a kormány, hogy közben az ezt gyártó céget az elmúlt években 18 milliárd forinttal támogatta. Tehát úgy kezdenek el harcolni valami ellen, hogy közben a gazdaság politikailag 18 milliárd forintot adnak. A Miskolc környéki vállalkozásra gondol? Így van, erről van szó. De nem csak az energiaitalokkal van probléma Magyarországon, hogyha az életmódot tekintjük. Az elkerülhető halál esetek számában az Európai Unióban a második legrosszabbul teljesítünk. Tehát, hogyha életmódváltásra kerülne sor a magyar emberek széles tömegei körében, akkor a három leggyakoribb halál okot azt drasztikusan sikerülne visszaszorítani. Tehát amikor az egészségügyről beszélünk, és nagyon örülök, hogy például itt hallottam a Smink-szobában, hogy a híradóban is a szűrővizsgálatokról, illetve a rákról volt szó, mert ez is sajnos vezető halálokok között van Magyarországon, akkor az életmódról kellene beszélnünk elsődlegesen, és e tekintetben az elmúlt években, hogyha akár a testmozgást, akár az alkoholfogyasztást, akár a dohányzást vesszük figyelembe, romlott az egészségi állapota a magyar lakosságnak, tehát hogyha spórolni szeretnénk egyrészt az egészségügyi kasszán, másrészt pedig ezeket a valóban elkerülhető haláleseteket meg szeretnénk akadályozni, akkor erre kellene a kormánynak egy átfogó stratégiát alkotnia, nem csak az energiaitalokkal szemben kellene fellépni, hanem tájékoztatni a lakosságot. Az életmódváltás az nem egy egyéni döntés, hogy az ember mondjuk annyira lesz tudatos és rájön a saját érdekében, hogy milyen élelmiszereket fogyasszon. A körülményeket lehet jobb irányba változtatni. Szerintem nagyon nagy szükség lenne, és a gyerekek esetében különösen. Tehát amikor a mindennapos testnevelést bevezették, az is erről szólt, hogy egy mozgásszegény életmódot folytattak a gyerekek is, a felnőtt lakosság egyébként még ennél is rosszabb állapotban van, és ezért lépett a kormány például ezzel, hogy most ennek az infrastruktúrális feltételei adottak voltak, vagy nem, milyen szakmai háttér állt rendelkezésre, ezekről lehet vitatkozni, de akkor észleltek egy problémát, és valamilyen választ legalább adtak rá. De most ezekre a kérdésekre,
hogy mi mit eszünk, mennyit eszünk, mikor eszünk, mennyit mozgunk, mennyit sportolunk, ezekről nagyon kevés tájékoztatást ad a kormányzat, az egészségügyi intézmények, holott nem csak a szűrővizsgálatokkal lehetne megelőzni ezeket a betegségeket, hanem például azzal, hogy valaki hetente háromszor akár 20 percet sétál. Ennek is óriási hatása tud lenni az egészségre, mégsem beszélünk erről eleget. Tehát, hogyha a kormány valóban komolyan gondolná azt, hogy aggódik a magyar emberek egészségi állapotáért, és legalább az elkerülhető halálesetek esetében hoz valami fajta koncepciót, akkor ennek érdemi következményei lehetnének. A skandináv országokban volt erre példa, hogy több évtizedre szóló stratégiát alkottak, ott elsősorban az alkoholizmus miatt, és meg is van az eredménye, látszik a mutatókban. Ugye ön és a házastársa Novák Előd is tagja a Nagy Családosok Országos Egyesületének, amely szervezette egyébként időnként a kormány is szívesen exponálja magát. Most megnéztem, mondjuk a Nagy Családosok Országos Egyesülete, amikor például valami pozitív kormányzati intézkedés van, akkor nagyon szívesen kiad egy nyilatkozatot és szerepel a médiában. Mondjuk a kiemelkedő élelmiszerinflációval kapcsolatban, ami nyilván alapvetően sújtja a nagycsaládosokat, egyáltalán nem szólalnak meg, és semmilyen aktuális problémával kapcsolatban nem láttam megszólásokat. Nem terveznek esetleg életet leelni mondjuk egy kicsit ebből a szempontból a Nagycsaládosok Országos Egyesületébe? A Nagycsaládosok Országos Egyesületében kvázi magánemberként vagyunk tagok, mint nagycsaládosok, de csak sima tagok vagyunk, tehát érdemi ráhatásunk arra, hogy ott milyen a vezetőség, milyen ügyben szólal meg, és milyen bennem, arra nem nagyon van, és nem is gondolom azt, hogy nekünk politikusként lenne a felelősségünk az, hogy egy civil szervezet életében ilyen módon is részt vegyünk. Ugyanakkor én abszolút pozitívan értékelem összességében a Nagycsaládosok Országos Egyesületének egyáltalán a létét, másrészt pedig a közéletben való tevékenységét. Úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan megoldandó kérdés van, amelyben akár ez a szervezet is segítségére lehet a nagycsaládosoknak, mert ha már itt az ilyen áremelkedéseket említette, ma a nagycsaládosnak lenni Magyarországon nagyobb szegénységi kockázatot jelent, mint nyugdíjasnak lenni például. Tehát ez egy olyan társadalmi kérdés, amelyet a kormánynak az elmúlt 12 évben sem sikerült megoldania. Ráadásul most január 1-én éppen az infláció miatt az összes családtámogatás vesztett az értékéből, tehát reál értéken kevesebbet ér, csökkent Magyarországon a családoknak a támogatása, amire egyébként nagyon rég volt példa az Orbán kormányok regnálása alatt, és egyébként ez megmutatkozik a termékenységi mutatókban is sajnos. A napokban jött ki a KSH legfrissebb éves kimutatása, az 1,59-es szintről 1,52-re esett vissza a termékenység, amely úgy gondolom, hogy Magyarországnak a legnagyobb problémája, és tudom, hogy válság van, háború van, nehéz évek elé nézünk, de akkor is a kormánynak ezekre a kérdésekre, a családpolitikára többet kellene áldoznia, és meg kellene oldania olyan ügyeket, amelyekkel eddig nem foglalkozott, például azt, hogy 2022-ben 73 olyan munkanap volt, amikor a szülőknek kellett gondoskodni a gyermek felügyeletéről, mert az óvodai szünet volt, iskolai szünet volt, ez egy óriási versenyhátrányt jelent a munkaerőpiacon, és semmi érdemi állami megoldás erre sem született, ahogyan az anyák életkorának a kitolódását is 12 év után vette észre a kormány, ami egészen döbbenetes, hogy most már nagyjából 30 éves egy magyar nő, mire az első gyermekét világra hozza, most vezet be ugye az adókedvezménynek a kiterjesztését, amelynek majd meglátjuk, hogy mekkora hatása lesz. Akartam legalább is kérdezni, valami... hogy például ön szerint. Hát, hogyha erről leülhetnénk privátba beszélgetni, én nekem 35 évesen szültem, és nem azért, mert az adókedvezmény éppen nem volt porondon, akkor azért ez egy érdekes kérdés, hogy ez egyébként a nőket, a párokat sokkal inkább így abba az irányba tereli el, hogy megyenek és előbb is tudjanak egyáltalán gyermeket vállalni, de hogy nem feltétlenül ilyen típusú intézkedésekre gondolnának. Hát mindenképpen ez is valami, és ez is segítség. Tehát minden olyan intézkedését a kormánynak, amely legalább egy emberen is tud segíteni, azt nem kritizálom, és jó. De azért áttörés nem várok ettől a magam részéről sem, hogy valaki majd ezért fogja a gyermekét hamarabb világra hozni, mert 10 000 vagy 12 000 forintos adókedvezményt tud magáénak havonta. Ugyanakkor már az is jó, hogy erről az ügyről beszélünk, de sokkal fontosabb lenne például az, hogy a 20-as éveikben a nőknek megváltozott az életük, pontosan azért, mert a felsőoktatásban ugye tömegesen vesznek most már részt. És erre a társadalmi változásra nem reagált a családpolitika, és egy ilyen
kis intézkedés, ez nagyon-nagyon kevés lesz. Tehát már Kopp Mária beszélt erről, hogy hogyan lehet akár a felsőoktatást, a családbarát felsőoktatást megteremteni, aztán a családbarát első munkahelyeket megteremteni, hogy ez valóban összeegyeztethető legyen a nőknek a 20-as éveiben, vagy akár itt beszéltem ugye a gyermekfelügyeletnek a kérdéséről, tehát ez egy sokkal összetettebb probléma annál, mint hogy egyetlen ilyen adókedvezmény bevezetésével ezt el lehet. Még egy összetett probléma, beszélünk, még egy percünk van, a közelmúltban egy fontos nyilatotot tett, felszólította Csányi Sándort, hogy ne tiltsák ki a nemzeti szimbólumunkat a labdarúgó mérkőzésekről, ugye ez eleve csak a nemzetközi meccsekre vonatkozó, és Csányi Sándor által eléggé karakteresen megfogalmazott véleményben az ügyben, tehát ő helyteleníti a Nemzetközi Szövetségnek ilyen irányú kifogását. Ön vagy önök hogy gondolják ezt, és miért tartják indokoltnak, és nem tartják-e helytelennek, hogy bármilyen módon is a politika megjelenjen a labdarúgó pályákon? Ez nem direkt párpolitika, úgy gondolom, a Nagy Magyarország térkép vagy szimbólum, hanem a nemzeti összetartozásunknak a jelképe, amely már évtizedek óta jelen van egyébként a labdarúgó válogatottunk mérkőzésein. Tehát ez egy óriási vereség lenne az MLS részéről, hogyha ezt nem használhatnák. Egyébként az is felmerült, hogy a bajnoki mérkőzéseken sem használhatták, sőt, az kifejezetten az MLS kérése volt, hogy ne használják ott az emberek. Tehát mi arra szeretnénk sarkalni a labdarúgó szövetséget, meg hát minden sportszövetséget, hogy álljon ki ezért a szimbólumért, és ne engedjék azt, hogy ezt kitiltsák a mérkőzésekről. Durodóra, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm a lehetőséget. Köszönjük szépen, és köszönjük Kós Andrásnak is. És köszönöm szépen.